Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én vagyok a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Rákóczi falváról érkeztem. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falváról érkeztem. Azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert előtte már nagyon-nagyon sok dolgot megtanultam, alkalmaztam. De nem sok sikerrel az életterületeket egyáltalán nem tudtam rendbe tenni. Hiába volt a sok tudás, a rengeteg idő, amiket én erre elhasználtam, még mindig nem találtam meg sem önmagamat, sem természetgyógyász létemre. Nem tudtam az embereket úgy tájékoztatni, hogy ők is tudják alkalmazni, hogy mit kellene változtatni, jók és tenniük, ahhoz, hogy legalább az egészségüket visszaszerezzék. A többi életterületről szinte senki semmit nem tanított. Egyedül Szedlacsik Miklósnál találtam meg azokat a képzéseket, azt a tudást, azokat a módszereket és a személyes segítséget, amivel egyáltalán alkalmazni lehet. Ez a tudás egy hallgatásra nem igazán tudja az ember alkalmazni, tehát ezek olyan kőkemény képzések és olyan tudás, amit többször vissza kell hallgatni ahhoz, hogy egyáltalán önmagunkat rendbe tudjuk tenni. Ahhoz, hogy tudjunk majd másoknak is segíteni. Én az életem legjobb döntésének tartom, hogy a Teremtőm ide vezérelt. Itt tanultam meg rengeteg olyan dolgot, amit előtte 25 éven keresztül kerestem, de nem találtam meg. Tehát egyik tanító sem figyel arra, hogy a tanítványok tudnak-e egyáltalán a saját életükben rendet tenni. Soha senki nem fog segíteni azokon a típusú képzéseken. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló, teljesen egyedülálló, arra jutunk, hogy a mi mesterünk vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése, olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Érdekes világban élünk, nem? Tehát olyan, mintha az EU-s vezetők azok ilyen megbolondultak volna. Szó szerint. Tehát mintha ilyen készülnének a háborúra. Most már van, oké. Nem? Tehát olyan, mintha készülnének a háborúra. Csak az a baj, hogyha itt már hagyományos fegyverű háború már nem nagyon tud lenni. Tehát itt annál komolyabb. Tehát hogyha ilyen NATO meg Oroszország csatázna, akkor abból komoly problémák lennének. Tehát érdekes dolgok például, hogy tudom én, az amerikai elnöknek a fia nagyon komoly érdekeltséggel, üzleti érdekeltségekkel rendelkezik.
Ukrajnába. Ugye a legtöbb ember ezt nem is tudja, én se tudtam, nemrég hallottam erről. Tehát mit tudom én, hatalmas földterületeket vásárolt fel még a háború előtt, akkor üzleti vállalkozásokat kötött, tehát komoly érdekeltségei vannak Ukrajnában, és olyan, mintha most a Biden család az, Biden család, vagy mit tudom, hogy nevezik, mintha nem engedne ezekből a dolgokból, és gyakorlatilag, mintha emiatt lenne mondjuk a, ez az egész herce-hurca. Tehát, ugye ha megnézzük Ukrajnába az életszínvonalat, hogy mennyi, milyen volt háború előtt, tehát egy nagyon alacsony életszínvonal volt, ha megnézzük a nemzetiségekhez, hogy álltak mondjuk az ukránok, akkor azt lehet mondani, hogy teljesen ilyen náci módon álltak a nemzetiségekhez, és ugye a legnagyobb nemzetiség az orosz volt, tehát ilyen elég érdekes helyzetek vannak ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, mert tényleg azok a szakértők, akik ugye átlátták ezeket a helyzeteket, nem csak itt Magyarországon, hanem a világban, azok a szakértőknek a túlnyomó többsége, tehát majdnem mindegyik, tehát a valódi szakértők majdnem mindegyike, hát jogosnak ítélte azt a húzást, amit a, ugye az oroszok csináltak Putyin vezetésével, hogy megtámadták ugye Ukrajnát. Még annak ellenére, hogy mit tudom, a nyugatnak, beleértve ugye az amerikai elnök családját, milyen érdekeltségei voltak ugye Ukrajnába, attól függetlenül. Szóval egy olyan érdekes világban élünk, ahol, ahol a népek ugye azt gondolják, hogy ugye ez egy nem jogos háború, például mit tudom én, kitalálták azt, hogy mit tudom én, hány ezer gyereket, valami 7000 vagy 6000 gyereket Putyin elraboltatott, nem, azok kimentek, átmentek Oroszországba a családjukkal. Hát hol vannak azok a szülők, akik től elrabolták a gyerekeket? Érted? És erre hivatkozva, mit tudom én, elfogadó parancsokat adnak ki, meg ilyen baromságokat. Tehát hol vannak azok a szülők, akiktől elrabolták a gyerekeket? Hol? Hát most ha elment 7000 gyerek, akkor valószínűleg elment mit tudom én hány ezer család, és családostul elmentek a gyerekek. Hova? Oroszországba. Tehát gyakorlatilag orosz ajkú emberekről van szó. Mert mit tudom, olyanok vannak, hogyha tudom, van róla videó fönn, hogy két német, vagy német, két oroszul beszélő hölgy beszélget Ukrajnában, és akkor megtámadja egy ukrán, érted? Mert oroszul beszélgettek. Hát ugye elég sokan vannak ugye orosz ajkúak Ukrajnában még mindig, és hát ugye elég érdekes ez a helyzet. Tehát hát ha gondold végig, hogyha megtehettük volna mi is annak idején, hogy amikor a magyarok ellen atrocitások voltak ugye a környező országokban, akkor ha megtehettük volna, akkor szerintem mi is megtámadtuk volna azokat az országokat. Csak mi nem tehettük meg, mert mi nem voltunk nagyhatalom. Érted? Tehát bárhol a világban a nemzetiségük ellen atrocitás éri egy országot, úgy, hogy az nem is a saját országa, akkor fellépnek. Hát most gondolj bele, mit tudom, amerikai állampolgárok ellen atrocitások vannak a világban, akkor az USA mit csinál? Rögtön fegyvert fog, és rögtön ott harcol, tehát harcot nyit, más nem a kiszabadításukra. Tehát ez természetes dolgok ezek, hogyha atrocitások érik
a saját ugye népét, aki nem saját hazájában él, akkor nyilván egy ország, ha megteheti, mert van hozzá elég felkészültsége, meg hadereje, stb., akkor ott fellép. Ez természetes dolgok. Érted? Csak valahogy ezt az emberek nem látják át. Tehát nem látják át. Tehát a történetben mindig így volt, hogy felléptek ez ellen. Na most, ugye Amerika csinálhat bármit, nem tudom, megnézitek, gyakorlatilag szinte nem volt olyan összetűzés a világban, amiben Amerika kezen el lett volna benne az elmúlt hány évben? Tudom én, 70 évben, érted? Na most, de másoknak ezt nem lehet megcsinálni. Jó, tehát egy elég érdekes világot élünk, csak valahogy mint az emberek ezt nem látnák át. És hát aztán így folytatják, mit tudom én, nem is értem például azt, hogy itt vannak ezek a lökött lengyelek. Hát, ugye azért mondom, hogy lököttek, mert ott is a vezetés a lökött. Tehát azóta, mióta lelőtték a repülőjüket, ugye a Katini erdő felett, ugye a kormánynak a repülőjét, rajta a kormánytagokkal, azóta gyakorlatilag a lengyelekkel azt csinálnak, amit akarnak. Tehát, és ha megnézzük, hát tudom én, a lengyeleknek vannak olyan területek, ami Ukrajnához tartozó területek, ami régen Lengyelországhoz tartoznak, vagy tartozott. Ugyanúgy, mint ugye van Ukrajnának olyan területe, ami Romániához tartozott, ami Magyarországhoz tartozott. Érted? Hát azok az országok, akik, amelyek ugye valamilyen szinten a területük része volt Ukrajnából, hát azok a francért támogatják ezt az egész ellenállást, hát nem is értem, komolyan mondom. Mert legalább, mit tudom én, valami olyasmit kéne csinálni, mint mondjuk ugye mi magyarok csinálunk, hogy valamilyen szinten ugye próbálunk kívül maradni az egészből. De hát ugye, hát itt úgy vásárolják meg a politikusokat, ahogy akarják, mert avval meg tudják zsarolni, hogyha nem szabadulod meg ezt, vagy azt, akkor mi meg nem adunk neked ilyen pénzt, meg olyan pénzt, mármint az országodnak. És ha az ország meg nem kap pénzt, akkor majd föllázad a lakossága ellened, mint vezető ellen. Jó, én ezt átlátom, hogy ez így működik, mert gyakorlatilag minden országgal szemben lehet olyat csinálni, ugye, hogy ha akarnak, hogy ilyen EU-s eljárásokat kezdeményezni, és addig, míg az EU-s eljárás nem zajlik le, addig visszatartják az országnak a pénzét az EU-ból. Tehát ugye csinálták a lengyelekkel is, hogy visszatartottak pénzt, de valahogy azóta, mióta a lengyelek ilyen nagyon háború pártiak lettek, azóta, mintha nem lenne szó arról, hogy visszatartják a lengyel pénzeket az EU. Nem vettétek ezt észre, hogy azóta nincs erről szó? Azóta lehet, hogy megkapták a lengyelek a pénzt, mert ugye ők a egyik fő szószóló. Pedig hát elég hülyék, ha megnézzük, mert talán az oroszokkal nem nagyon kéne újat húzni. Ugye én ezt mondtam, de ezt már több szakértő is írta, de erről már beszéltem, hogy ezt gondoljátok végig, hogyha ha egy országnak az elnökét bárhol a világban lefognák, akkor az ország simán indíthatna avval szemben háborút, avval az országgal szemben, abban a pillanatban, érted? És jogosan, mert ez így működik, érted? Tehát én nem is értem, tehát hogy akarnak mondjuk Putyinnal tárgyalni,
Úgyhogy nem lehet vele tárgyalni, mert ugye mindenütt az van, hogy ha ott van, akkor el kell fogni. Hát hogy akarnak akkor vele tárgyalni? Tehát gyakorlatilag nem látják át az emberek, hogy nem is akarnak tárgyalni? Tehát a békéről nem is akarnak tárgyalni? Tehát hát tök logikus, hát gondold végig, ha egy államfőt el akarnak, vagy államelnököt el akarnak fogni bárhol a világban, akkor hogy tárgyaljanak vele? Hát akkor ez olyan lenne, mint hogy mennek tárgyalnia valahova az államfők, érted? És akkor ott abban az országban lefognák az államfőket. Hát akkor mit csinálnák az országot? Tehát mint tudom, Amerika Egyesült Államoknak az elnökét, mit tudom, valamelyik ország lefogná, érted? Letartóztatná. De akkor mi történne? Hát az USA abban a pillanatban megtámadna azt az országot. Ez hold biztos. Érted? Tehát, de ugye ez más téma, hát természetesen más téma. Tehát nekik lehet. Azt gondolják, hogy ugye ők a világ csendőrjei. De hát igazából, ugye, hát mintha úgy rém lenne nekem, hogy még mindig talán a brit korona alá tartozik az USA, nem? Nem? Mintha úgy rémlen. Kanada biztos, hogy alá tartozik, de mintha én úgy, nekem úgy tűnne, hogy még talán az USA is a brit korona alá tartozik. Tehát ugye India az alá tartozik, akkor Ausztrália az alá tartozik, Új-Zéland az alá tartozik. De nekem mintha úgy rém lenne, hogy talán még az USA is, de a neten biztos ennek utána lehetne nézni. Szóval elég érdekes világban élünk, tehát ilyen, most olvastam például egy olyat, hogy mit tudom én melyik országban kikísérletezték, hogy van olyan víz alatti bomba, amit ha fölrobbantanak, akkor óriási cunamit idéz elő. Tehát, hogy van ilyen fegyver. Hát én nem szeretnék például az angolok helyébe lenni ilyen esetben. Gondold végig, hogy mondjuk angliai lakosság hány százaléka él mondjuk a tengerszint fölött mondjuk 20-30 méteren belül. Érted? Tehát a tengerszint fölött. Lehet, hogy az ország nagy része. Jó? Vagy például az amerikai Észak-Amerikában a lakosság mondjuk az USA-ban hány százaléka él mondjuk tengerszint fölött 20-30 méterrel az óceántól nem messze. Jó? Tehát és akkor utána derítsék ki, hogy most az tényleges cunami volt, vagy sem. Tehát ha megnézzük, például az oroszok nagy része, az nem él óceán partján. Tehát az oroszok, azok benne a szárazföldön élnek, és ugye mire a cunami hatna, már nem lenne belőle semmi probléma. Oké? De például az Amerikai Egyesült Államokban 10 milliók élnek az óceán partján két oldalt. Érted? Tehát nem kéne talán kekeckedni az oroszokkal, és akkor ez még nem is atomtámadás. Érted? Ez csak egy sima cunami. Gondold végig. És onnantól kezdve 10 milliók meghaltak. Érted? Többen meghalnának, mint mondjuk egy atombombától. Érted? És akkor nincs atombomba. Akkor csak a tengerparti települések kerülnek víz alá. Jó, tehát szóval egy érdekes világban élünk, tehát nem tudom, nem kellene talán kekeckedni itt az oroszokkal, hanem inkább jobb lenne ilyenkor jó viszonyban lenni, és feláldozni Ukrajnát, szó szerint feláldozni. Hát Ukrajna az ugye azt jelenti oroszul, hogy határvidék,
Hát Ukrajna az mindig az orosz ország része volt, nem Szovjetunió része, ne értsük félre, Oroszország része volt. Tehát ugye azért lett csak Ukrajna, mert ugye tudom, melyik Ruscsov vagy melyik csinálta azt, hogy főbontotta ilyen régiókra Oroszországot, és akkor az lett ugye Ukrajna elnevezésű terület. És akkor ugye az ukránok azt gondolják, hogy jogot formálnak, illetve hát nem az ukránok gondolják ezt, hanem az amerikaiak. Az ukránok nem gondolnak semmit. Tehát az ukránok szerintem egyet akarnának, békét. És az nekik aztán, hogy most Ukrajnaban élnének, vagy egy olyan jellegű országban, mint mondjuk Kazasztán, vagy Azerbajdzsán, vagy bármelyik, amelyik jól, tehát amelyik része a fáknak, de független állam. Érted? Tehát ugye így indult egyébként Ukrajna is, hogy ő is a független államok közösségéhez tartozott. Tehát érdekes ez. De hát ez, ugye mondhatnátok azt, hogy politizálok, de hát ezt csak most azért mondom, hogy elég érdekes jövőkép rajzolódik ki itt Európára. És az a baj, hogy ugye, hogyha NATO-val történik egy összeütközés, akkor mi is NATO tagok vagyunk. Ez a fő probléma. És onnantól kezdve mi is célterületek vagyunk. Mert akkor minden NATO ország, amely hadat viselne, és ugye a szerződés értelmében kötelező akkor a hadviselés, akkor bizony ugye mi is belebonyolódhatnánk a háborúba. Szóval egy elég érdekes helyzetben vagyunk, de hát reméljük, hogy nem kerül ilyen dolgokra sor. Jó, és egy olyan világban fogunk élni, amiben eddig egy békés világban, de hát ne olyanban, amiben eddig éltünk, hogy egy ilyen elhűítő világban, mert mintha azt látnám, hogy az emberek elhűítése az nem most indult el, hanem már egy jó ideje, és az kellett, tehát ezekhez a helyzetekhez, amik itt voltak az elmúlt három évben, beleértve a mostani háborút is természetesen, ezekhez a helyzetekhez egy elhűített társadalom kellett. De szó szerint. Az elhűített társadalom az azt jelenti, hogy mindent el lehet velük hitetni. Miért? Mert tudatlanok. A tudatlan emberekkel mindent el lehet hitetni. A tudatlan ember szemében a média az Isten. Az az Isten. Tehát elérték, hogy az embereknek ne legyen Istenük. Hát most az Isten az a média. És amit a médiában mondanak, a fősodrású médiában, hát az a Szentírás. Oké? Az az ő Bibliájuk. És akkor bármit, amit a média mond, az olyan, mint a hívőknek, a keresztényeknek a Biblia. Hogy ami a Bibliában van, az számukra Szentírás. Na most a nyugati ember számára, amit a média mond, az Szentírás. Nem mindenki számára, de a többség számára. Ez bebizonyosodott az elmúlt három évben, hogy a többség számára, amit a média mond, az az igazság, az úgy van. És annak úgy kell lennie, és azt elhiszik az emberek. Tehát egy érdekes világot élünk, de hát, ha megnézed, ezt úgy lehetett elérni, még egyszer mondom, hogy tehát az emberek tudatát azt át kellett gyúrni a hülyeséggel, tehát hülyeséggel át kellett gyúrni, mondhatni azt, hogy át kellett mosni, tehát agymosottakká váltak az emberek, szó szerint, az azt jelenti, hogy bármilyen dolgot, amit betesznek, azt elhiszik, mert ugye kimosták belőle az igazságokat. Kimosták a tudást az emberek agyából, és ezáltal bármit, amit mondanak, az
hihetővé válik. De egyébként az emberi agy az így működik. Tehát ezért, ha megnézed, például egy csecsemő 7 éves korig, tehát onnan, hogy csecsemőkor, 7 éves korig, tehát kisgyerekkorig, tehát 7 éves koráig mindent elhisz és nem tud különbséget tenni. Miért? Mert a gyerek nem tudással születik. A gyerek törölt tudással születik, ami azt jelenti, hogy nincs benne, nincs az elméjében semmilyen tudás. Egy van, ha kitörlik a tudást, ugye az emberi elméből, mondhatjuk, hogy nem az elméből törlik ki, hanem ugye a lélekből, mert a lélek révén tudunk gondolkodni. És ezáltal ugye, hogy a lélek ugye beköltözik egy testbe onnantól, hogy az illető megszületik, ugye már előtte, mielőtt ez a lélek lejött volna a földre, már kitörölték a tudást belőle, és ezáltal ugye egy dolog maradt, a tiszta szeretet. Jó, és ez azt jelenti, hogy tudás nélkül születtünk, és ezt megfigyeled, minél több tudása van egy embernek, annál nehezebb vele elhitetni dolgokat. Minél kevesebb, annál könnyebben elhisz bármit. Egy kisgyerekkel bármit el tudsz hitetni. Tehát bármit el tudsz hitetni. Tehát egy kisgyereknek a legnagyobb hazugságot is igazzá tudod tenni. A legnagyobb hazugságot is. Na és így működik a felnőtt társadalom nagy része most, hogy kitörölték a tudást. Tehát ugye, hogy törölték ki a tudást? Hát van egy olyan, hogy az ember, ha kap egy neveltetést, egy normális neveltetést, akkor lesz egy jó kis alap, amire lehet építkezni. A normális neveltetés lévén mondja a magyar, hogy meg lesz neki a józan paraszti esze. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogyha egy normális neveltetést kap az ember az első 6-7 évben, akkor lesz a gyereknek józan paraszti esze. De ez baj, hogyha egy embernek van tudása. Ezáltal olyannal kell teletömni a fejét, amire nincs szüksége az életben. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy tanítani kell orba szájba, szó szerint, olyan dolgokra, amire semmi szüksége nem lesz. Tehát ha megnézem a 8 év általános iskolai képzésemet, azon kívül, amit mondjuk meg tudtam volna tanulni bőven 2 év alatt, sőt, ha csak ezzel foglalkoztam volna a 2 évben, hogy írás, olvasás, számolás, akkor nem is kellett volna 2 év, tehát ha nem lett volna egyéb tantár, csak írás, olvasás, számolás, akkor mondhatjuk azt, hogy egy év múlva tudtam volna tökéletesen írni, olvasni, és az alapműveleti számításokat. Oké? Ha más tantárgy nem lett volna. Mivel más tantárgy is volt, ezért mondjuk 2 év alatt sikerült ezt elsajátítani. Most úgy, hogy a gyerekeknek van más tantárgy is, egy év alatt írni, olvasni, számolni tudniuk kell. Ez fizikai képtelenség. Tehát max a tanulási zsenik tudják ezt megcsinálni. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy lesz egy felületes olvasási, írási és számolási képessége, mert egy év alatt ezt el akarják érni, mert mellette ugye mást is kell tanulnia a gyereknek, nem csak ennyit. Na most ezáltal ugye ha megnézzük, akkor gyakorlatilag egy év alatt le lehetett volna rendezni azt a tudást, amit utána az életben hasznosítasz, mert a 8 általánosból semmi más nem hasznosítok, soha, csak kizárólag az írás, olvasás meg az alapműveleti számolás. De már az alapműveleti számolásra sincs nagy szükség, mert hát a gép kiszámol mindent. Tehát akkor mondjuk azt, hogy annyira van szükség, hogy írás, olvasás. Slussz. Na most gondold végig,
az azt jelenti, hogy 8 éven keresztül nyomták a fejünkbe azt a rengeteg információt, amit az ég adta világon semmi szükség nincs. Na most, de az emberi agy az úgy működik, hogy nem tud befogadni végtelen mennyiségű tudást. Ha be akar fogadni többlet tudást valamiből, akkor valamiből el kell venni. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy gondold végig az agykapacitásunknak így az 5-10%-át használjuk max, eközt valahol. De van, aki még 5%-ot sem. Na most ez azt jelenti, hogy nem használjuk a többit. Tehát ami ebbe az 5-10%-ba belefér, az belefér. Amit próbálnak beletúszkolni még ebbe az 5-10%-ba, akkor valami terhére, tehát magyarul mást elfelejtesz. Vagy te még sose felejtettél el semmit? Nehogy már azt mondd, jó, akkor állj nekem ki, az beszélj a 8 év tudásáról, hogy mit tanultál az általános iskolában. Jó? Na szóval, mondjuk úgy 8 éven keresztül. Jó? Mert 8 évig jártál, nem? Szóval, lényeg az, hogy az ember úgy működik, hogy ahhoz, hogy bevigyél többlet tudást, el kell felejtened dolgokat. Érted? Ráadásul egy csomó olyan dolgot is tanítanak, ami teljesen ellentétes azzal a tanítással, amit te láttál gyerekkorban, a mintákkal. A mintákkal ellentétes. Azzal is ellentétes esetlegesen, amit a szülők tanítottak, vagy tanítanak neked. Ugye 7 éves korig mintaszerzés van, 7 éves kortól pedig tanulási folyamatot kezd el az ember 14 éves koráig. Tehát ilyen 7 éves periódusok vannak az ember életében ebben a tekintetben. Tehát az azt jelenti, hogy a minta után jön a tanulás, és ugye sok esetben ellentétes. Milyen ellentétes? Hát például, hogyha mondjuk a szülők vállalkoztak, most gondold végig, az én szüleimnek a szüleje, tehát a nagyszüleim, az mind vállalkozó volt. Tehát ők úgy nőttek föl, az én szüleim, hogy mind a két ágon, az anyai és az apai ágamon vállalkozók voltak a nagyszülők. A nagyapám az állat és növénytermesztés, tehát a vidéki nagyapám az állat és növénytermesztéssel foglalkozott, a pesti nagyapám az meg cipész volt. Oké? Vállalkozásban természetesen. Tehát ők úgy nőttek föl, anyu is, meg apu is, hogy vállalkozók voltak. Érted? De utána alkalmazottak lettek, nem vállalkozók. Mind a kettő. Érted? Tehát már az iskola rendszer és az utána következő propaganda az átmódosította a mintát. Érted? És tudti, hogy nálad is így voltak a nagyszülők, szülők, vagy dédszülők esetében. Tudti, hogy így volt. Jó? A kivétel az max a 20%. Jó? De hogy a 80%-nál így volt, az hód biztos. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, szépen el tudták azt érni az embereknél, hogy ne vállalkozóként akarjanak élni és gondolkodni, hanem alkalmazottként. Érted? Mi a különbség az alkalmazotti gondolkodás és a vállalkozói gondolkodás között? Óriási. Ugyanis a vállalkozó az magának dolgozik. Az alkalmazott meg valaki másnak. Ez eleve meghatározó két különböző gondolkodásmód. Miért? Mert az egyik esetben a magadnak dolgozás az azt jelenti, hogy a tulajdonodat gyarapítod. Érted? Azzal, hogy magadnak dolgozol. Ha másnak dolgozol, akkor elsősorban másnak a tulajdonát gyarapítod. Világos ez? Te nem azért működsz, hogy a tulajdonodat gyarapítsd alkalmazottként, hanem azért működsz, hogy túlélj. Gondold végig, tehát egy vállalkozó azért működik, hogy
gyarapodjon. Egy alkalmazott azért működik, hogy túléljen. Mekkora különbség ez? Óriási. Érted? Hát óriási különbség. Na most ezáltal, ha az ember a saját tulajdonát ér dolgozik, gyarapítani akarja a tulajdonát, akkor nyilvánvalóan egész más hozzáállással fogja ezt tenni, mint az a személy, aki más tulajdonát gyarapítja. És ő magánál csak túlélést akar elérni. Világos ez? Na most már ennél egy kicsit magasabb szint a biztonság. De a biztonság nem sokkal magasabb, ezt meg is tudom nektek mutatni, mindjárt oda megyünk, itt van, jó? Tehát itt van a túlélés, a legalacsonyabb szint, amin egy ember működhet, és az alkalmazottak nagy része most ebben a két évben kiderült, számomra tök meglepő volt, én azt hittem, hogy a lakosság, az európai lakosság nagy része az a biztonság szintjén él. És 2020 évben döbbenten figyeltem azt, hogy az emberek nem a túlélés, vagy nem a biztonság szintjén élnek, hanem a túlélés szintjén. Miért mondom ezt? Miből láttam ezt? A beoltottságból. Ugyanis a Európa nagy része beoltatta magát. Az pedig azt jelenti, hogy a túlélése miatt oltatta be magát. Az is a túlélés része, hogy azért, mert a munkahely kötelezte. Basszus, úgy adtam volna ott a munkahelyet, hogy csak úgy fütyül. Érted? Szóval a munkahely kötelezte, hogy oltassa be magát. Ez azt jelenti, hogy a túlélését látta veszélyben azzal, ha nem oltatja be magát és elbocsátják. Vagy ugye egy éves szabadságra küldik. Na szóval, lényeg az, hogy mondom, döbbenet volt számomra, mert én azt képzeltem, hogy a lakosság nagy része az a magasabb lelki szinten van, mint a túlélés, és megdöbbentem, mikor kiderült, hogy az európai lakosság nagy része az igenis túlélés szintjén küzd. A túlélés szintjén küzd. Ez bebizonyosodott. Azóta ez semmivel nem emelkedett, tehát a lakosság nagy része most már egyértelműen tudható, hogy a túlélésért küzd. Tehát azért él, hogy túléljen, nem másért. Gondolnak ilyenekre, hogy de jó lenne biztonságban lenni, de gyakorlatilag azért, hogy biztonságban legyenek az emberek nagy része, az ég adta világon semmit nem tesz. Mondom, semmit nem tesz azért, hogy biztonságban legyen. Oké? Ha megnézed, itt van Európa, Európa. Mondjuk Magyarországon hány háború ellenes békés tüntetés volt? Egy se. Európában, a különböző országok közül hány háború ellenes békés tüntetés volt? Érted? Tehát a alapvető dolog lenne a biztonság szempontjából, hogy béke legyen, és a világon mit szoktak csinálni? Azt szokták csinálni a népek, hogy ha máshol háborúznak, akkor háború ellenes békés tüntetéseket szerveznek, érted? Hol vannak ilyenek? Hanem hagyjuk, hogy szépen belesodorjanak minket a háborúba, és akkor mit fogsz csinálni a túléléseddel?
akkor szögre akaszthatod a túlélésedet, érted? Gondold végig, tehát háború ellenes tüntetés, békés tüntetés, az azt jelenti, hogy a kormányok meggondolnák magukat abban a tekintetben, érted, hogy támogassanak egy háborút. Mert azért működik ez a háború, mert a kormányaink támogatják a háborút. Érted? Vagy ha nem éppen a mi kormányunk támogatja, akkor mondjuk az EU kormánya, az EU vezetők, érted? Gondold végig, miért nincsenek háború ellenes békés tüntetések? Arra még én is kimennék, pedig én még sose voltam tüntetésen, sose semmilyen tüntetésen, de háború ellenes békés tüntetésen arra kimennék, érted? Miért nincsenek? Ez olyan, mintha bele akarnánk sodródni a háborúba, direkt, szándékkal. Miért nem szerveznek például, mi kormányunk azt mondja háború ellenes, miért nem szervez békés tüntetést a háború ellen? Miért nem? Hát nagyon háború ellenesek vagyunk, az a retorikája, ugye a kommunikációja a kormánynak, és akkor miért nem szervez háború ellenes békés tüntetést? Megtehetni. Világos ez? Miért nem csinálják? Miért nem lehetnénk ebbe elsők Európában, hogy egy háború ellenes békés tüntetés? Érted? És sehol semmi ez ügyben, sehol semmi. Tehát gondold végig, semmit nem tesznek az egyének a biztonság érdekében. A vezetők meg főleg nem tesznek semmit a biztonság érdekében. Semmit. Ez nem politizálás, mert ugye politikamentesek vagyunk, nem politizálás, hanem ez egyszerű vélemény, érted? És egy olyan gondolkodásmód, hogy békében szeretnék élni. És azt szeretném, hogy a környezetemben lévő emberek szintén békében éljenek. Érted? Láttál már olyan szerveződést az interneten, hogy a háború ellen menjünk ki békésen tüntetni? Miért nem jut ez eszébe senkinek? Miért nem jut eszébe olyan embernek, aki politikai babérokra törekszik? Én nem törekszem politikai babérokra. És akkor miért nem szervezi meg? Mert ez egy jó indok lenne politikai sikerre. Érted? Gondold végig. És gondold végig, mekkora nemzetközi visszhangja lenne. Oké? Úgyhogy tippeket mondok azoknak az embereknek, akik politikai babérokra törnek, vagy szeretnének politikai babérokat, hogy tessék megszervezni egy háború ellenes tüntetést. És nem az oroszok ellen, nem az ukránok ellen, hanem a béke mellett. Oké? Tehát függetlenként nem állni ki egyik mellése, hanem amellett, hogy minél hamarabb fejezzék be, és fejezzék be kívülről a háború támogatását. Oké? Mi baj lenne ezzel? Semmi. Érted? Tehát épp itt lenne az ideje, hogyha valaki megtenni ezt, aki politikai babérokra tör. Én nem török politikai babérra, ezért nem fogom megtenni. Én csak valószínűleg innentől kezdve mindig fogok beszélni róla. Hát, ha valakinek belemászik a fülébe.
Jó? Na szóval, gondold végig, elérték az embereknél, menjünk egy kicsit vissza, elérték az embereknél azt, hogy a józan paraszti eszük azok megszűnjen, megszűnjön, helyette benyomtak olyan tudást, aminek semmi értelme, tehát semmi értelme. Hát eleve, mikor elvégeztem a szakmát, én autószerelő szakmát tanultam alapvetően, direkt megfigyeltem, mert volt ilyen kérdés az év végén, hogy ki marad a szakmájába. És a több mint kétharmada jelentkezett, hogy nem marad a szakmájába. Érted? Kétharmada. Szerintem most sem jobb a helyzet a szakmák terén. Biztos vagyok. Tehát akkor sem volt jobb, most sem jobb. Ezáltal azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy azok, akik nem csinálták tovább a szakmát, azt a 4 évet is kidobhatták a kukába. Érted? Mert én a szakmát nem abban az időszakban tanultam meg, amikor a középiskolában tanultam a szakmát, hanem utána, amikor szakember mellett dolgoztam. Érted? Az alatt tanultam meg a szakmát. Tehát én azért tudok most is autót szerelni, mert dolgoztam szakemberek mellett. Majd önállóan is természetesen. De olyan szintre vittem, hogy sikerült azon a területen is mestervizsgát tennem. Oké? Tehát most gondold végig, hány olyan ember van, aki mondjuk 11-12 évet dobhat ki az ablakon, vagy aki járt mondjuk. Nekem volt olyan ismerősöm, amikor az utcában, ahol gyerek voltam, senkinek nem volt diplomája, egy srácnak volt, az olyan 11-12 évvel volt idősebb, mint én. Egynek. És tudod mi lett? Tehertaxis. Érted? És egész életében utána tehertaxis volt, de úgy, hogy ő létrehozott egy tehertaxis vállalatot. A Budatehert ő hozta létre. És lényeg az, hogy gondold végig, ahhoz nem kellett egyetemi végzettség. Semmi. És ő neki volt, mondom, az összes fiatal gyerek, fiatal felnőtt közül diplomája. Ugye én még akkor gyerek voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy mennyi lehet, aki elvégzett 16 évet akár, és abból 1 évet hasznosít, az írásolvasást, a többi ment a kukába. Érted? Hány ilyen ember lehet? Ezért láttam azt, amikor alkalmazottaim voltak, és kellettek olyanok, hogy helyettes, meg vezető. Ugye amikor legtöbb alkalmazottam volt, akkor 130 valamennyi volt. Ezért láttam azt, hogy fölvettem diplomásokat, és nem tudtak gondolkodni. Tehát logikusan nem tudtak gondolkodni. Tehát most úgy értsd. A logikus az egymásra épülő gondolkodásmód. Nem tudtak gondolkodni. Tehát akinek nem volt diplomája, azok jobban tudtak gondolkodni, mint a diplomások. Tehát sokkal több gondom volt a diplomásokkal a gondolkodás hiánya miatt, mint azoknak, akik nem volt diplomájuk. Na azokkal volt a legtöbb, akinek meg több diplomája volt. Tényleg. Miért? Mert egyszerűen a logikától olyan messze állt a gondolkodása, mint Makó Jeruzsálemtől, érted? És ez azt jelenti, hogy azóta ugye én már tanultam és tanítom az emberi elme működését, és az, hogy hogyan tudja az agy befogadni az információt, tehát gyakorlatilag az a rengeteg tudás, amit bevittek, amit ő később nem használ, az elfelejtette az alapokat.
amit gyerekkorban mintaként látott, vagy esetleg a szülők tanítottak neki, érted? Elvesztette az alapokat. És az azt jelenti, hogy képtelen a logikus gondolkodásra. Tehát ha egy gyereket jól nevelnek, és nem tanítják olyan dolgokra, amire semmi szüksége nincs, akkor képes mindent kilogikázni. Tehát mit jelent a kilogikázás, hogy minek milyen következménye várható, és a következményeknek milyen esélye lesz. Ez a logikus gondolkodás. És ha az ember logikázik, akkor lehet valamire több válasz. De akkor rájön arra, hogy melyikre több az esély, és azt fogja meglépni, amire több az esély. Érted? És mit csinál ehelyett, aki sokat tanult hagyományos iskolákban? Ehelyett rábízza a számítógépre, meg rábízza a véletlenre a döntéseket. Mert nincs logikus gondolkodás. Tehát az iskolába nem tanítottak minket semmire logikus, semmilyen formában logikus gondolkodásra. Sőt, teljesen logika ellenes gondolkodásra tanítottak. Tehát ne logikázz, hanem arra hivatkozz, amit tanítottak neked az iskolába. Na most, nagyon jó példa volt a tudásra, amikor ugye a középiskolában tanították a szakmai tárgyakat. És olyanok tanították a szakmai tárgyakat, tehát ezt elmondták, nyilván nem ők, hanem párhuzamosan mondták el, hogy azok tanították a szakmai tárgyakat, nem a műhelyben mondom, nem ott, hanem az elméletet, a szakmai tárgy elméletét. Tehát azok mondták el, hogy kik tanítják az elméletet, akik a műhelyben a gyakorlatot tanították. Hogy azok, akik nem feleltek meg a szakmában. Érted? Aki nem tudja tanítani. Így van. Tehát azok tanították magát az elméletet, tehát nem a gyakorlatról van szó, az elméletet, akik megbuktak a gyakorlatban. Nem az iskolában, az életben. Érted? És simán a műhelyben ezt így elmondták nekünk. Tehát biztos túl jó viszonyban voltak az elméletet nyújtó tanárokkal. Na most ők, akik a műhelyben tanították a gyakorlatot, ők egyébként művelték is a szakmát. Tehát rendszeresen gyakorolták is a szakmát. Tehát velük nem volt ezen a téren gond. Szóval, most gondold végig, hogy olyan emberek tanítják a szakmáknak az elméletét, akik igazából gyakorlati jártassággal nem rendelkeznek. Ez biztos, hogy most is így van, ez nem csak akkor volt így. Ugye ül itt köztünk például olyan személy, aki tanított gyakorlatra diákokat, de gyakorlóként tanított diákokat, érted? Tehát gyakorlóként, nem elméleti szakemberként. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol el kellene gondolkodni azon, hogy mit érdemes egyáltalán tanulni, vagy mit nem érdemes tanulni. Én amikor elvégeztem a középiskolát, azt mondtam, hogy én még egyszer iskolapadba biztos, hogy nem ülök. Életem, szó szerint értsétek, legboldogabb pillanata volt, hogy én egy börtönből kiszabadultam. Nekem az iskola egy börtön volt. Voltak még boldog pillanataim az életben, de ugye azért a legboldogabb pillanat volt, mert ez csak rövid ideig tartott.
Tehát amikor én megkaptam az érettségit, bizonyítványt, érted? Tehát leérettségiztem, akkor a buszon és az utcán biztos, hogy én voltam a legboldogabb ember, érted? Amivel mentem haza buszon. Jó, tehát ez nyilván ez aznap tartott, más dolgokban ugye tovább tartott a boldog pillanat. Tehát lényeg az, hogy de mondom, ha igazából megnézem, ez nekem olyan volt, mint mikor mondjuk valakit elítélnek, mert engem nem ítéltek el még sose, nem is fognak, mondjuk elítélnek mondjuk olyanért, amit nem követett el, és akkor becsukják börtönbe, érted? És akkor szabadul a börtönből. Jó, nem hosszú ideig, hogy megszokja a börtönt, hanem valami rövid ideig, és szabadul a börtönből. Na, nekem ilyen volt az iskola. Tehát engem iskolára ítéltek, és az nekem egy börtön volt. És amikor én szabadultam abból a 12 év börtönből, tehát 12 év iskolai évből, akkor én azt éreztem, hogy végre szabad lehetek. Miért? Tehát nem is értem azokat, akik ezt nem veszik észre. Hát gondold végén, én azt láttam a szüleimtől, hogy hazajöttek a munkából, és azt csináltak, amit akartak. Én hazajöttem az iskolából, és nem azt csinálhattam, amit akarok. Ha neki kellett állni, tanulni. Vagy te nem csináltál ilyet? És úgy utáltam, érted? Tehát azt láttam, a felnőttek a munka után azt csinálnak, amit akarnak, érted? A gyerek nem csinálhatja azt az iskola után, amit akar, hanem neki tanulnia kellett. Na ezért én nem ripakodtam rá egyetlen egy gyerekemre se, hogy üljön neki tanulni. Érted? Ennek ellenére mégis mind a kettő leérettségizett, érted? Úgyhogy nem kellett ráripakodni. Egyáltalán rám, apu gyakran meg rám ripakodott, hogy tanuljak, más nem, mikor apu nem ripakodott rám, az jó volt, mert akkor nem kellett tanulni. Ennek ellenére nem voltam rossz tanuló, de utáltam magát az iskolát. Tehát nem a tanulást utáltam, mert most gondold végig, én nekem volt olyan tantárgy, amiből nem tudtam más jegyet összeszedni, csak ötöst. Tehát semmit nem tanultam belőle, mégis csak ötöseim voltak. Ez kémia volt. Egyszerűen, mielőtt végeztünk az iskolával, csinált egy olyat a tanárnő, hogy felszólította a legjobbakat, és mindenféle kérdést tett föl. Nekem nem tudott olyan kérdést föltenni, amit ne tudtam volna megválaszolni, illetve megcsinálni. Érted? Tehát volt ilyen tantárgy. Volt olyan tantárgyom, amit nagyon szerettem, például a történelmet. Földrajzot, biológiát. Tehát ezekből jó voltam. Érted? Tehát úgy, hogy nem is tanultam ezeket. Tehát egyszerűen érdekelt, mert jó volt a tanár. Érted? És megszeretették a tanárok velem ezeket a tantárgyakat, és én teljesen odafigyeltem az órákon, és nagyon jól tudtam ezeket a tantárgyakat. De az, hogy nekem otthon kell tanulnom, az számomra rabság volt, érted? Mert még úgy elfogadható lett volna, hogy bemegyek iskolába, hazamegyek, és azt csinálok, amit akarok, érted? De úgy, hogy még otthon kellett tanulnom, az kritikán aluli. Na most, az a helyzet, tudod, hogy én gyerekkoromban mindig föltaláltam magamat, hogy tudtam volna helyette más csinálni. Lehet, hogy azok, akik most szeretik az iskolát, és szívesen tanulnak az iskola után még órákat, azok lehet, hogy nem tanulják, vagy nem tudják magukat feltalálni, hogy mit kellene magukkal kezdeni. És ilyen pótcselekvéseket csinálnak, hogy felesleges dolgokat tanulnak. A felesleges dolgok tanulása az pótcselekvés. Tehát nem tudják a gyerekek mostanában föltalálni magukat, hogy tanulás helyett valami más csináljanak.
Tehát ezt azért mondom, mert egy érdekes világban élünk, hogy átlássuk már, hogy milyen visszásságok van ebben az egészben. És az alapja az, hogy mindent el lehet hitetni az emberekkel, annak az alapja az, hogy teletömték az emberek fejét, a gyerekek fejét, utána fiatal felnőttek fejét használhatatlan tudással. Érted? És ezáltal gyakorlatilag képtelenek gondolkodni. Tehát azt látom, hogy minél többet tanul valaki felesleges dolgokat, annál képtelenebb az életben boldogulni. Annál képtelenebb. Tehát ha valaki nyilván elvégzett valamilyen iskolát, és utána azt hasznosítja, van nekem semmi bajom nincs. Hát itt azokról van szó, akik csak teletömették a saját fejüket használhatatlan tudással, mert nem is az volt a célja. Nem tudom, tudjátok-e, hogy átlagosan mikorra találja meg az ember azt, hogy neki mivel kellene foglalkozni az életben? 35 éves korra. 30, az az átlag. 35 éves korra találja meg, hogy neki mivel kell igazából foglalkozni. Ez átlag. Tehát én azt hittem, hogy majd autószerelő leszek egész életemben. Hát elég hamar ráuntam, hány év után? Azt mondja, hogy 80-ban végeztem, hát gyakorlatilag 8 év alatt, vagy 9 évet ráuntam. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az lenne a legfontosabb, hogy képesek legyünk gondolkodni. Mit jelent a gondolkodás? Például azt jelenti, ez most egy kis tanítás is lesz egybe, hogy képes legyél olyan lenni, mint egy kisgyerek. Egy olyan kisgyerek, amelyik már beszél. Mit csinál a legtöbb, nem, mit csinál minden kisgyerek, mikor már beszél? Mondasz neki valamit, és válaszként mond neked egy szót. Tudjátok, mi ez a szó? Azt, hogy miért. Így van. Azt, hogy miért. Érted? És a szülő, ha jól akarja csinálni, akkor nem azt mondja, hogy csak, hanem elmagyarázza neki, hogy miért. Mert sok szülő eléggé buta ahhoz, hogy azt mondja, hogy csak. Csak azért, mert azt mondtam. Például. Magyarul hatalmi szóval erőszakosan kommunikál a szülő. Tehát annál jobb egy kisgyerek, minél több dologra rákérdez, hogy miért. Na most akkor mondom a felnőtteket. A felnőttekből ki van ez nevelve? Senki nem kérdezi meg, hogy miért. Érted? Ott volt a 70-valahány százalék, amelyik beoltatta magát. És nem kérdezte meg, hogy miért kellene beoltatnom magamat. Érted? Tehát a gyerek nem fog így visszakérdezni, a gyerek csak annyit mond, hogy miért. És ha választ adsz, és nem kielégítő neki a válasz, akkor újból azt kérdezi, de apu vagy anyu, miért? Oké? Okay? És addig, ameddig nem kielégítő a válasz, azt mondja, hogy miért. Mondok példát, jó? A kisebbik fiunkat már úgy neveltük, hogy már akkor foglalkoztunk emberek képzésével. És nyilván nem olyan szinten állt a tudásunk, mint most, közel se, hanem egy ilyen kezdő szinten. És ezáltal ugye másként neveltük, mint az idősebbiket. És mindjárt elmondom, és hát bevittük a munkahelyemre, tehát ugye
saját cégemről van szó, nyugdíjpénztári időszak, bevittük, ugye ott én voltam főnök, bevittük a munkahelyemre, és ott volt egy informatikus. Ott volt Marian is, és a Marian, feleségem, rábízta az informatikusra, akkor hány éves volt a Levente? Hát akkor olyan 5 éves volt. 4-5 éves, így van. Na és mondta, hogy hát a Levente az sokat kérdez. Azt mondja, nem baj, őnek is van saját fia, ő már átélte ezt a kérdezéseket. Jó. És akkor ott volt, vagy 4 órán keresztül az informatikusnál, mire visszaértünk, azt mondta, hogy ő még ennyit kérdezni gyereket nem hallott. Azt mondta, hogy folyamatosan tudod kérdezni. Na ezért például az iskolában vagy szerették, vagy nem, mert visszakérdezte a tanárt, visszakérdezte, hogy de miért? Oké? És na most gondold végig, ezért mondom, hogy egy tanításról beszélek, az emberek nem kérdezik vissza, nem kérdeznek vissza. Tehát még olyat se kérdeznek vissza, hogy hát miért támadta meg Putyin Ukrajnát? Érted? Miért folyik még ez a háború? Érted? Nem kérdeznek vissza. Miért küldi az EU a fegyvereket? Érted? Akkor miért támogatja, miért nem engedi Amerika, hogy béketárgyalások legyenek? Semmi ilyesmi nincs. Tehát jön egy információ, és nincs ott, nem kérdeznek vissza az emberek, hogy de miért? Miért? Érted? Tehát a gyereknek van annyi esze, érted? Egy 3-4 éves gyereknek van annyi esze, vagy egy 5 évesnek, érted, hogy rákérdezzen mindenre, hogy miért. A felnőttek nem rendelkeznek annyi észre, mint egy 3-4-5 éves gyerek. Mert semmire nem kérdeznek rá. Miért? Érted? Mikor kérdeztél utoljára olyat valakitől, hogy miért? Jó, te más vagy, mert itt tanulsz. De ha nem tanulsz itt, akkor kérdezem. Ha még nem tanulsz, vagy még csak most kezdted a tanulást. Érted? Tehát, és ugyanúgy, mint a gyerek, ha nem normális a válasz, tehát abból nincs megértése a gyereknek, akkor tovább kérdez, hogy miért. És ha még arra sincs normális válasz, akkor még tovább kérdez, hogy miért. És nem tesz hozzá mást, nem egészíti ki, hogy Putyinnak miért kell háborúzni, hanem miért? Folyik a háború. Miért? Azért, mert senki nem tüntet ellene? Tehát volt itt békés tüntetés, emlékszel? Orbán kormány megszervezte. Emlékeztek? Nem is egy békés tüntetés volt, amit szervezett. Emlékeztek? Békemenet is volt. Oké? Tehát rendes békemenet. Most miért nincs? Miért nincs? Miért? Mert nem akarnak békét. Mert ha békét akarnának, akkor lenne békemenet. Világos? Ez békés tüntetés. Hát mert nem akarnak békét, azért nem akarnak békét. Miért nem? Mert háborúzni akarnak. Érted? Nem nyuszikák. Hát ez ugye ők arra számítanak, hogy az oroszok kivonják a csapataikat. Erre számítanak. Utána pedig, elmagyarázom én neked, hogy miért. Arra számítanak, hogy utána újra kell építeni a Ukrajnát. És az bazi nagy haszon lesz neki. És utána nem lesz pénze az országnak, Ukrajnának, semmi gond. Majd fizet élelmiszerrel, meg nyersanyaggal. Még akkor is, hogyha ott éhe halnak a lakosság, érted? Mit foglalkoznak ők azzal, hogy éhe hal a lakosság azért, mert ki kell fizetni az újjáépítést? Érted? Ilyen egyszerű.
Tehát ott csillog a szemükbe a dollárjel. Érted? Ezért. Ilyen egyszerű. Tehát ezért akarják azt, hogy egyszerűen ne is legyen tárgyalás, az oroszok vonuljanak ki, és punktum. Érted? Mert akkor lehet majd, és az a jó nekik, ha az oroszok minél több házat lerombolnak. Mert annál többet kell újjáépíteni. Meg minél több gyárat, meg minél több hidat, meg minél több utat, meg bármit fölrobbantanak, az a jó nekik, mert annál többet kell új fölépíteni. Érted? És annál több a dollárjel a szemükbe. Ilyen egyszerű. Világos ez? És akkor ők akarnak itt bármit itt ebben a világban. Gondold végig. Ők egyet akarnak, minél több pénzük legyen. Jó? 2 évvel ezelőtt, pont március, nem, 3 évvel ezelőtt, bocsánat, 3 évvel ezelőtt márciusban beszéltem arról, hogy ez egy próba. A lakosság tűrőképességének a próbája. Mi indult 3 évvel ezelőtt? A Covid. Akkor mit csináltak? Kijárási tilalmat. Emlékeztek? Sőt, valaki komolyan is vették, és napokig ki sem mozdultak a lakásukba. És mi történt? Azt mondtam, akkor, hogy a lakosság tűrőképességének a próbája. És összejött nekik? Össze. A lakosság mit csinál? Béget. Így van. Be lehet minket csapni. Be. Na? Ennyi. És ott bégetnek az emberek. Jó. Jó, tehát hogy állunk az idővel? Be kell fejeznem. Vagy még nem kell befejeznem? De be kell fejeznem. Már be kellett volna fejeznem. Jó. No. Hát most ez ilyenre sikerült. Miért? Mert eljött az ideje. Jó, tehát itt vagyunk egy világban, amire egy megoldás van. Fejlődni kellene az ember lelkének. El kellene jutni egy-egy magasabb szintre egymás után, nem lehet átugrani szinteket. És ehhez tudásra van szükség. Ezeken a szinteken túlélés, biztonság. Bocs, hogy ezt kell mondanom, birka vagy. És birkaként tudnak kezelni. Ott kezdődik, hogy nem tudnak birkásítani, hogyha elérkezel a valahova tartozás szintjére. Érted? Tehát valahova tartozni, mondjuk egy olyan közösségben, ahol az ember tudást szerez. És méghozzá milyen területeken? Az élet minden területén. Itt vannak ezek a területek. Jó? Hogy legyen tudásod ezekre a területekre. Keresheted, hogy hol van olyan szervezet, a világban még egy, ahol ezekre mindre kapsz tudást. Nincs. Nem fogsz ilyet találni. Egy ilyen szervezet van, ezt úgy hívják, hogy PPH. Jó? Nehogy azt hidd, hogy meg lehet ezt tanulni pár hét vagy pár hónap alatt. Jó? Még pár év alatt sem igazán. Hanem sok év. Sok év ennek a megtanulása. Az azt jelenti, hogy ó, hát neked nincs időd. Dehogy nincs. Képzések igénybe vehetők. Rádión, tehát internetes rádión, internetes tévén, élőben, felvételről, vagy személyesen a helyszínen, tehát a legkedvezőbb áron még ráadásul is, amit csak képzést igénybe vehet, bevehet ma a bolygón az ember. Jó, és ez a közösség azt jelenti, hogy normál, olyan emberek között vagy, akikkel normális témákról lehet beszélni. Érted? Milyen? Olyan témáról, ami a jövődet szolgálja. És nem olyat, ami csak úgy beszélsz.
Jó? Tehát egy olyan közösség, ahol az emberek szeretik egymást. Miért? Mert a közösségünk alapja a szeretet. Egy olyan közösség, ahol van egy közös célunk, hogy tudással lássuk el az embereket. Hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, a tudás által, szeretetben, békében és boldogságban működni. Például most a szeretet teremtő coach képzésünk folyik. Mert az emberi működésnek az alapja a szeretetnek kellene lenni. Tehát a szeretetet vissza kellene állítani a bolygón. És ez tudás nélkül nem megy. Úgyhogy várunk szeretettel, próbáld ki, mondjuk 3 hónapra. Kapsz 600.000 forint értékű tudást 3 hónap alatt, és ezért fizetned kell, azt mondja, hogy mennyit? 45.000 forintot. Oké? Nem egész 45.000 forintot. 600.000 forintnyi tudás, értékű tudásért. Jó? Próbáld ki. Ha úgy látod 3 hónap alatt, hogy ez nem adta el világot, nem fogunk megsértődni. Akkor neked nincs itt a helyed. Jó? De keresünk olyan embereket, akiknek itt van a helyük. És akikkel együtt, közösen létre tudjuk hozni a szeretet alapú társadalmat a világban. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterünknek a mi értekre adott válaszait. Tényleg az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt, mert tényleg a mi értjeimre kaptam meg mind a 10 életterületre a válaszaimat. Én azóta is itt tanulok, ennek több mint 6,5 éve, mert bármi plusz kérdésem van a meglévő tananyagon kívül, Szedlacsik Miklós képességei által mindenre tud válaszolni bárkinek. És személyes segítség nélkül, tehát egyedül felkészülni, hát majdnem képtelenség, de segítséggel ezt meg tudjuk tenni. Én azt javaslom bárkinek, aki találkozott már a PPH-val, vagy bármelyik PPH-s szervezővel. Nem véletlenek, a jelek mindig azért jönnek, mert ott dolgunk van. És én a helyedben nem haboznék, hanem jönnék. Én a mai napig úgy vagyok ezzel, hogy elmondom mindenkinek, teljesen mindegy, hogy mit gondol rólam, azt is, hogy mit mond, mert én tudom, hogy mi a megoldás, én itt megtaláltam, és csak ajánlani tudom mindenkinek. De ha mégsem érdekel, akkor elköszönünk tőled, és most 30 perc szünet következik, szeretett teremtő kócsképzéssel folytatjuk, élő előadásban át kell lépni a kékmezőkékre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a hihetetlen ébresztő, aki még mindig nem hallja, hogy mi történik, hát nem tudom, hogy miért nem érti.